Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát én vagyok az az arc, akit még a plakátra sem írtak fel. Na most fogok így imbolyogni. Az azért van, mert brunyálnom kell. Meg izgulok, és legfőképp azért izgulok, hogy benne brunyáljak. Tehát, na most, hát... Elém ugrott a tévés arc, azt mondja, márka jelzéses ruhába, tévében, nem. Öltöz át. Hát le van. Mondom neki, mondom, ember, nem otthon vagyok, nem a halatortán forgatás, nem tudok átöltözni, úgyhogy egy ilyen kompromisszumos megoldás van. Szóval Budapestről érkeztem, kicsit látszik is, hát a 20. kerületbe, ez egy külvárosi kerület, életemben először vagyok Debrecenbe, könnyes búcsú a családtól, kérdezem fatert, mondom, atyai jó tanács, ne fikázz a kamera előtt. Hát mondom, ez talán menni fog. Csak nem megyek be, érted? Na most Debrecenben először vagyok, nagyon tetszik a város. Hát a lakókerületemhez képest ez olyan tiszta, hogy a Debrecen táblánál levettem a cipőmet. Azt mondja nekem egy debreceni állampolgár, tiszta és nem is büdös, úgyhogy vedd vissza. Hát mondom, jó, akkor ezt visszaveszük. Hát meg kell osztanom egy kulisszatitkot. Az a helyzet, hogy fogadtunk a kollégákkal, hogy kikap az első 2 perc után nagyobb tapsot. Hát Badár erősen vezet. Én rájöttem, hogy mire fogunk nagyot tapsolni. Kérem a segítséget, mert egy rekesz sör. A Loki 4-et rúgott a Nyíregyházának. Tehát... Megvan a rekesz sör. Megvan a rekesz sör. Köszönöm szépen. Hát az a helyzet, hogy akkor mesélek egy kicsit magamról, ugye, mert hát ugye még a plakáton sem vagyok fenn. Hát 20. kerületből érkeztem, panelba lakom, erre mondjuk nem vagyok büszke, mindig azt szoktam mondani, hogy sajátos ökológiai szisztémában élek. Hát nagy családból jöttem, hát akkor mesélek egy kicsit a családomra, van nekem egy öcsém, kisöcsém, 2 évvel fiatalabb, hát ő 2 méter 1 cent, és az otthoni digitális mérleg szerint a súlya error. De várja az öcsi ravasz, mert tüzépre jár méreckedni, csak ugye a tüzépen máshogy van kalibrálva a mérleg, és azt tudjuk, hogy 135-nél nagyobb, de 145 még nincs. Na most, hát öcsi az arról nevezett, hát mamutnak is hívják egyébként a haverok, ami meglepő. Na most öcsi arról nevezetes, hogy 4 éves kora óta iszik, 13 éves kora óta gyakorló ivó, 17-18 éves kora óta alkoholista. Na most, tehát öcsém képes arra, hogy 700 forintból minőségi berúgást előállít. 400 forintért vesz annyit, amennyit, meg 300-ért egy doboz fent. Megvan neki, 700 forintból. Na most, hát öcsi az egyébként nagyon kemény, mert szólt a kis az orvos, elmentek az orvoshoz, és mondták, hogy László, baj van, rossz a májkép, májfunkció, kompromisszumot kéne kötni, figyelni kéne a vitaminbevitelre. Hát öcsém azóta kubuval iszza a vodkát. A sörbe meg beküld egy plusz tablettát. Pff. Mondom, milyen ez nagyon szar, de tele van vitaminnal. Tehát öcs ilyen. Na várja, hát ugye mit csinálunk a panelban? Tévét nézünk. Ha nem, sportolunk, tévét nézünk. Hát nagyon szeretjük. Tehát leülünk, az esti filmet nézzük. Hát ezt az észrevettük, 80 perces filmet 3 óráig nézünk. Ha van benne 4 híradó, meg 3 bifidus-eszenzis. Hát a Keresztapa trilógiát márciustól szeptemberig néznénk, komolyan, annyi rekláma. De a Bifidus Essenzis, hát megfejtettem, mi az. Hát arról van szó, hogy a reklám mutatta, hogy egy nyíl megy le a gyomorból. Az a fing latin neve. Megoldották. Ennyi. Na most öcsivel nézzük a tévét, hát öcsém kedvenc műsora a Beugró. Ismerjük? Kérdezem öcsit, nem, hát ilyen bohóckodnak benne színészek. Kérdezem öcsit, ma mit nézel? Te a címét nem tudom, csak a háttérbe volt kiírva. Azt mondjam, és mi ez? Hát azt mondja, te, szerepel benne az üvegtigrisből a csávó, a valami meg Amerika csávó, egy nő, akit még sose láttam. A múlt héten volt az a Szabadság szerelem vízilabdázó, aki 56-ban megkapta a dobókatát. Hát mondom, ő beazonosította. Na most... Abszolút kedvenc, hát a betelefonálós műsorok. Ismerjük azt a műsort, hogy fekete-fehér, igen, nem? Hát ugye arról szól, hogy fölhívjuk Mikit, és 1 percig kell vele úgy beszélni, hogy ezt a 4 szót nem mondott ki, hogy fekete-fehér, igen, nem? Öcsém az 5. sör után ravasz volt. Oda imbolyog a vezetékeshez. Mondom, mit csinálsz? 10 000-et nyerek. Hát mondom, te, Miki meg fog szopatni.
Hülye vagy, miért lakom a Mester utcában? Ne viccelj már. Tárcsázi köcsi, bekapcsolták a műsorba. Következő képen zajlott le a játék. Háló, jó napot! Kívánok! Hogy szólíthatom? Laci. László? Igen. Nem. Meg! És akkor még hozzátett, hogy fekete-fehér, rohadjál te meg ott, ahol vagy. Hát ebből nem lett 10 000 forint. Na most, ha várjál, ilyen öcsém van. Ilyen öcsém van. El tudod képzelni, milyen anyám van. Ha várjál, anyám ma nem lehet cicizni. Leesett a -10 fok. Megyek reggel melóba, veszem fel a kabátomat, és valamibe beleakadtam. Anyám 25 évesen bevarta a kesztyűt. És mondja, kesztyű nélkül sehova. Most anyám olyan durva arc, nem lehet vele vitatkozni. Egyszer elvittem egy Burger Kingbe, és egy ott dolgozó megpróbált vele vitatkozni, hogy asszonyom, itt nem lehet meket kapni. Azt te vett, tehát maradjunk ennyibe. Várja, múltkor azt mondja, hogy kimegyünk a Tesco-ba egy kiló kenyéré. Hát mondd csak az üzemanyag több. Mondom, nem jó a sarkibolt? Nem pofázik. Lementünk a Tesco-ba, hát jellemző nővel mész vásárolni, tolom a kosarat, célirányosan férfiak, már futok a kenyérhez. Na az nem jó, anyám belepakolt egy 2 tonnát. Hát bés jogsival már nem tolhattam volna komolyan a kosarat. Na most várj, a legnagyobb azt mondja anyám, 25 éves vagy, egyetemre jártam, lediplomáztam, én vagyok az egyetlen diplomás a lépcsőházban. Azt mondja, köszönöm. Fater nélküled nem ment volna, teheti. Csak bele a kamerám. Na most anyám azt mondja, kezdjél magaddal valamit, dolgozzál. Mondom, kinyitom az Express újságot. Be volt írva, hostess munka férfiaknak, külalak nem számít. Hát mondom, ez esetemben ez volt a nyerő. Fölhívom, azt mondta, gyere ide meg ide. Elmondja, hogy hát promóciózni kéne egy terméket. Hát mondom, milyen terméket? Egy sört. Hát mondom, ezzel nincs probléma, öcsit hívom, ő rárabol majd a szabadra. Bemegyek, mondom, milyen sört kéne promóciózni? Azt mondja, hogy a Fradi sört. Hát mondom, most így félreteszem a pártállást. Hol kéne a Fradi sört promóciózni? Hát egy rendezvényen. Mondom, és hol van a rendezvény? Hát a 4. kerületbe. Hát ma valószínűleg kiállok Újpestre 2 Fradi sörrel a kezembe, hogy ebbe van a vitamin. Mondom a Palinak, mondom, te ember, mondom, a zsinagógában ne osztogassak Mein Kampfot, tehát kizárólag promóció, ugyanez, értem. Na most, hát akkor mesélnék egy kicsit a lakókerületemről, hát ugye panelba jöttem, panel lakó vagyok, hát ezt a szakirodalom úgy hív, hogy panelopithecus urbanicus, kedvenc táplálék a girosz, főleg este. Na most, hát panelba lakom meg Erzsébeten, az Erzsébet nagyon durva hely, hát van nekünk egy adhok módon megválasztott, regionálisan, lokális, kisebbségi vezetőnk. A cigányvajda. Találkozom, és elkezd dicsekedni, te Gyurika. Hibrid Lexust vettem. Hát mondom, gratulálok hozzá. Te ez full extra, meg egy kicsi. Alig kell bele benzin. Hát nagy duranás, nagy fater dacsiai a tillit bengel elmegy, érted? Azt mondja, te ebben olyan extrák vannak, ebben nem szivargyújtó van, pipagyújtó, öcsém, érted? Azt mondja, van benne kicsi plazma monitor, megjelenik rajta egy esőcsepp, megnyomod, leszakad az ég. Van kis hópihe, ha megnyomod, akkor leesik a hó, de meg ne nyom, mert nincs téli gumi. Hát így a légkondi meg, ez meg volt. És azt mondja nekem, te, hát ez olyan intelligens ez az autó. Ha bekapcsolom a bódiguszti aranyesőt, bekapcsol az ablaktörlő. Azt mondja nekem, amikor gyanázok hátrafele, akkor tolatóradar nem csak pittyek, hanem a mágazol is iratja benne a hegedűt. Hát mondom, remélem, hogy egy színes fémdetektor is van a Verdába, hogy ez... Hát Erzsébeten nagyon nagy fémezés van. Te, hát nálunk még csak a villamossin nincs felszedve, de az is csak azért, mert elhintették bizonyos fórumokon, hogy volt metrósinek, és lehet benne még kóboráram. Nem nyúlnak hozzá. Semmi, tehát így ennyi. Szóval, ha meséltem, hogy egyetemet végeztem, hát ez nagyon durva volt, de elvégeztem tényleg, tehát van papírom róla, földrajz tanár lettem. Hát igen, na mindegy.
És hát az egyetem, köszönöm szépen, de... Na mindegy, és az egyetemen elég durva kapcsolatokat építettem ki, úgynevezett tanszékvezető professzorokkal. Oda jön hozzám az egyik, és akkor mondja, Gyurika, megy az angol. Yes. Szóval nagyon jó, meg ki kéne menni Franciaországba egy tudományos konferenciára, kicsit jegyzetelsz meg. Hát mondom, gondolkodtam, hogy mondja meg, nem én vagyok az embere, mert a yes-en kívül nem sok, tehát... Aztán mondta, hogy svéd asztal van. Hát mondom, akkor yes. Elmentem egy debreceni srác, a Debreceni Egyetemről jött a srác, akivel elmentem. Hát megjelentem a konferencián, egy hatalmas előadó, úgy ültünk, mint az ENSZ-be, egy országok szerint. Én megjelentem ott az ballagási öltöny. Úgy néztem ki, Mr. Bean plusz 30 kiló mínusz haj. És akkor konferencia második órájában lefejeltem a padot, elaludtam, de a homlokon benyomta a mikrofont. De korrekt volt a lengyel kollega, így benyúlt, kikapcsolta, visszahelyezett. Na, jött a svéd asztal. Lementem, hát mondom, elvegyülök. Szedtem egy kicsi ezt, azt, amaszt, és néztek az emberek. Mi az anyádat nézem? Mindjárt lesz, mi van? Hát, ezek azt nézték, hogy a 6000 eurós fekete szarvasgombát így pöcköltem ki a tányérból. Hát a gombát nem szeretem, most leszarom, hogy hány ezer euró. Az gomba. Tehát így, na mindegy, és akkor hát próbáltam kapcsolatokat építeni. És akkor oda mentem egy hölgyhöz, francia volt, kérdezem, hogy do you speak English? Mondta, hogy nyet. Tényleg francia volt, csak vízben mondtam, hogy nyet. Azt mondja nekem a csaj, hogy parlez-vous français? Hát mondom, vicces leszek, azt mondtam, little bit. Na most ezt nem kellett volna, mert a bit, az franciául a pénisz. Tehát azt nem tudtam meg, hogy tudok-e franciául, de azt már kiadtam, hogy kicsi a pöcsöm. Tehát így a sportfogadásban ez a handicap szerintem. Tehát így, a megmentőim a román kollégák voltak, oda jöttek, és akkor megkérdezték, hogy póker. Hát mondom, azon a vezeték nevem visszafelé. Azt mondja, játszunk? Hát mondom, let's do it. Fölmentünk a románokhoz pókerezni. Hát vittem 200 eurót, este 9-kor kezdtük, 10-re már volt 400 euróm, 11-re már volt 1000 lejem. Évfélre visszanyertem Erdélyt. Tehát... Ennek azért története van. Hát följött velem a debreceni srác is, és akkor a románnak már elfogyott a pénze, és gondolt, hogy vicces lesz, és azt mondja, hogy emel egy Erdéllyel all in, hát mondom, tartom, egy Tiszántúllal mehet. Hát a debreceni fiú az csak ennyit, hogy miért a Tiszántúllal? Miért nem a Dunántúllal? Hát mondom, imádkozzál floppért, mondom, hogy meséld a Kósa Lalinak, hogy elzsugáztuk Debrecent, érted? Aztán jött a flop, flush, és már a River után már egyből tárgyaltak az autonómiáról. Tehát így ennyi volt a sztori. Hát igazából szeretnék még mesélni egy kicsit a, hát hogyan építek én párkapcsolatot. Hát love.hu. Hát van ez így. Ez ilyen ismerkedős oldal. Jó. Kérdezi a mama, hogy unoka mikor lesz? Hát mondom, már csetelek Hello Kitty 19-el. Meg MadSex 37-tel, mondom, útba van. Hát igazából mégsem, tehát összeszedtem egy nagyon dekoratív hölgyet, de nagyon buta volt. Tehát apámnak bemutattam, azt mondta, hogy hát ez se a Szabó Ervinbe szedted össze. Hát most a lány, az már csak ilyen mellékes volt, hogy szőke volt, és Barbie-nak hívták. És átjön hozzám a lányzó, és akkor mondja, hogy DVD-zünk. Hát mondom, zünk. Azt mondja, meg kéne nézni a Titanicot. Hát mondom, azt nekem nem kéne. Azt mondja, miért? Hát mert mondom, én már a Titanic 2-re várok. Azt mondja, az milyen? Hát mondom, ott a jéghegy süllyed el. Tehát így... Hát ez olyan volt ez a lány, hogy be tudtam neki magyarázni azt, hogy a Gyűrűk Urát a Gemenci erdőbe forgatták. Az Apokaliptót meg a Füvészkertbe. Minden. Benyel. Hát éles váltás, megnéztük a Passiót. Hát nagyon megérintette a kis lelkét a történet. Azt mondja, hogy ezt még könyvbe is elolvasná. Hát mondom, elolvashattad volna. Mi megjelent? Hát mondom, 2000 éve. Tehát így... Na mondom, akkor... Hát mondom, elviszem romantikázni a lányt itt DVD-zés után. Hát én általában a budai várba szoktam, mert az ingyenes.
És hát fölültünk a metróra, piros metró, és hát azért próbálom itt tanítani a lányt, mert hát tényleg egy kicsit Hello Kitty. Tehát, na mindegy, hát Kossuth téren járt a metró, és mondtam neki, mondom, babám, a metró most fog átmenni a Duna alatt. Erre csak a reakció a következő volt. Úristen, nyitva van az ablak, bejön a víz! Hát mondom, ez gyönyörű. Hát a Moszkva tére eljutottunk, találkoztam haverokkal. Hát mondom, ezt a lányt én itt hagyom, mert ez leégett. Egy csoki automata mellé beállítottam, adtam neki 200 forintot. Beszélgetek a haverra, jön vissza a csaj. Nyertem a sportszeletet. Meg 40 forintot. Mondom, azt hogy csináltad? Hát beütöttem B, mint Barbie, meg 7-es. És egy csokit nyertem, mondom, de kemény. Hát mondom, fölmegyünk a várba. Hát mi az a két szó, amit a budai várban nőtől nem akarsz meghallani? Szomjas vagyok. Hát mondom, nekem a várban ne így áll. 600 ér egy ásványvize, hülye vagy te? Hát ez kemény. Hát én ilyen anyagias vagyok egyébként, mert hát például odaállt anyám, azt mondja nekem, tudod milyen nap van ma? Hát ez már régebben volt. Mondom, minek a világ napja van? Ma van a 25. házassági évfordulónk. Hát mondom, sok boldogságot füled érjen bokáig. Mondom, én mit tudok tenni? Demjé Rózsi jön a faluba, el kell vigyél a koncertre. Hát mondom, nézd, van neked egy férjed, úgynevezett apu. Elvileg vele van a házassági évfordulód, nem velem. Majd ő elvisz. Erre csak annyit mondott, hogy tudod, hogy apád nem díjazza a Rózsi művészetét. Hát mondom, erre találták ki ezt a Nem esik messze az alma című közmondást, de mondom, annyira én se díjazom. Aztán kicsit megráncoltam Mutera szemöldökét, hát én már mentem a Csilibe jegyet venni. Beállok a Csili művelődési központ, beállok a jegypénztárba, mondom, kettőt kérek Demi Rózsira. Azt mondja a Pali, 10 000. Mondom, tessék? 10 000. Tessék? Mit nem értesz? 10 000. Mondom, ember, én nem a Madonnára kértem, hanem csak egy Demjé Rózsira. Szóval 10 000 kell, vagy nem? Mondom, hülye vagy 10 000-et, azért nem fizetnék, ha feltámadna a Freddie Mercury és a Főnixbe nyomna egy haknit, érted? Hát ilyen hülyeséget. Aztán megláttam, hogy anyám tekergeti a tökömet. Kettőt kérek. Elvittem Mutert a Demjére. Brutális ülőkoncert volt. Székek. Hát az első sorban olyan öreg asszonyok ültek, hogyha az életkorukat így kilométerbe konvertálnám át, akkor valahol így 60 és Miskolc között voltak. Rózsi jön, hát brutális, sötétített szélvédő, Bundesliga haj. Nem volt szomjas. Maradjunk ennyibe. Ketten húzták, egy tolta. Tehát bejön Rózsi, és akkor mondja, hogy szabadság, vándorai, de közben a vonat nem vár ment, de azért ő nyomta. És szóltak neki, hogy Rózsi, nem ez van, hát egy brutális playbacket lenyomott, de egy olyat értett, hogy ment a szám, és közben, amikor szólni akar, ami interaktív akart lenni, akkor lehetett hallani, hogy fölkapcsolja a mikrofon, de pff. És akkor így nyomtam. És harmadik szám után Rózsi elkezdett hülyeségeket beszélni. Azt mondja, akkor most a refrént együtt fogjuk énekelni mindannyian. Mondom, hülye vagy, 10 000-et fizettem, énekeljél te, baszki, hát nehogy már helyetted énekeljek, nem vagy te normális. Én még az 10 000, én még azt is elvártam, hogy én énekeljek. Hát ez kész, tehát így. Na hát visszakanyarodva ugye Erzsébetre, mert hát vannak ott érdekes dolgok. Hát van egy cimborám, hát ő is egyetemista, műszaki egyetemem. Ő azt mondta, hogy meghívtak minket disznót vágni Vas megyébe. Hát mondom, akkor utcu neki. De van egy kis probléma, mert rá van bízva egy francia cserediák. Hát mondom, elvisszük, mert most a franciáknak nem életbiztosítás Budapest. Hát mondjuk, letelefonálunk, hogy jön egy francia, azt mondja, a lány azt mondja, francia, akkor Vincent Cassel jön. Hát mondom, majd meglátod, hogy kicsit olyan Depardieu, meg Louis de Funé, egy középkorú Bud Spencer fazonna. És akkor mondjuk a francia gyereknek, hogy akkor megyünk Vas megyébe. Azt mondja, miért? Hát, és angolul kommunikálunk. Hát mondom, ez egy
original traditional Hungarian pig cat. Azt mondja, really? It's amazing idea, of course. És akkor még hozzátett angolul, hogy az ő hazájában ezt a vendég csinálja. Nice to meet you. Ezt megnézem. Leutaztunk, A gyereknek akkor bűzlött szó szerint valami, amikor hajnal 4-kor beállít a fater a disznószaros gumicsizmába. Bonjour, bonjour, wake up, wake up. Aztán beletöltötték az első ampullát az arcába. Kimentünk, már ott fogták a malacot, kezébe adták a gyereknek a kést, hogy cut. A gyerek az így elájult. Hát megijedtünk, kicsit fölpofoztuk, hogy ébredjél már föl. Meglátta, hogy leszúrták a disznót, visszaaludt. Hát mondom, hogy hagyjuk aludni egy kicsit. Megint felébredt, meglátta, hogy perzselik a malacot. Ott off, vissza, kész, elájult. Aztán fölkelt, meglátta a gyártási folyamatokat. Hát igazából az volt, hogy nem evett semmit, tehát hurka Kolbi kilőve, mert látta, hogy készül. Hát mégis belemerészkedett egy tál tepertőbe. Kérdezi, it's great, what's this? Mondom, ez original Hungarian chicken nuggets. Úgyhogy megette. Hát én ezzel köszönném meg a figyelmet, és további kellemes szórakozást. Köszönöm.